A hagyományos helyszínen, a Békesugár úton tartották a kommunizmus áldozatainak emléknapját Gyulán. Összeállításunk Dávid Péter beszéde mellett Sinai Léna előadását is bemutatja. Székely Zselyke könyv ajánlója után Réfi Milán mond mesét, majd párkapcsolati témákkal foglalkozunk a Várszínházban Hegyi Barbarával és Seres Zoltánnal. A folytatásban a gyulai Végvár táncegyüttestől láthatnak nadabi táncokat az orosházi Viharsarki néptánc találkozóról. A műsor végén régebbi felvételeink közül válogatunk. A kommunizmus áldozataira emlékeztek vasárnap délelőtt a Békesugár úti Erdődi Lajos emlékoszlopnál. Gyulán évek óta fejet hajtanak a résztvevők a kommunista diktatúrák áldozatai előtt. Arra a napra még azért is emlékszem. Megakadt a szemem egy furcsa nagy ékezeten. Persze nem az volt, csak a szemem csalta meg akkor az este. A magasban lengett egy akasztott ember. És a teste. Lábánál fogva lógatták föl még délután. Láttuk, ahogy ütötték. Tombolt a négy után. Aztán elvonszolt valaki onnét. Most menj haza, gyermek. És én rohantam. És én bennem harangok vertek. Apám az ablaknál állt és kifelé bámult. Olyan volt, mint aki éppen a holdra kirándult. Én meséltem, meséltem. És ő semmit sem értett. És nem értettem, hogy miért nem néz rám és miért nem kérdez. Később még átjött a szomszédik lánya, a Klára. Valami húst hozott. És némi kenyeret vacsorára. Apám csak morgott. Morgott. Hogy azok is emberek voltak. Bár rohadékok, szemetek. De most mégiscsak emberi voltak. Tudod, a lényeg az, hogy soha ne alázz meg senki. Fel alá járkált, és a végén csak kibökött ennyit. És hallottuk messziről dübörgön jönnek a tankok. Ő leült, és a zongorán lenyomott pár fáradt hangot. A csillagos tankok csak jártak utcákon át. Én láttam, hogy belőtték a szemközt-ház ablakát. És emlékszem anyámra, sápadtan könyörgött akkor, hogy ne állj már közel az ég szerelmére az ablakhoz. Apámnak mégiscsak meggyűlt a baja velük, hogy munkás tanács, meg ő azért ott volt mindenütt. És sokáig hallgatott otthon a nagy fekete zongora. És mi féltünk, hogy nem talál vissza hozzá, hozzánk soha. Arra a napra én épp nagyon emlékszem. Csak jártak a csillagos tankok lent nagy mérgesen. És olyanok voltak, mint ahogy őket elgondoltam. De nem tudtam örülni. Riadt és megbántott. Tisztelt ünneplő közönség! Amikor az a megtiszteltetés ért, hogy megkértek, tartsak beszédet a kommunista diktatúrák áldozatainak emlékünnepségén, még nem is sejtettem, hogy ez milyen nehéz, sőt, talán lehetetlen vállalkozás. Ez az ünnep nem olyan ünnep, mint a többi. Nem forradalmár hősöket dicsőítünk ma, akik tízezreket megmozgatva rázták le egy egész nemzetről a bilincseket, és akik azután a szabadságharcok véres poklában tűntek el, hogy még nagyobb dicsőségben szerepelhessenek az utókor előtt. Nem fenséges tetteket emlegetünk ma, embererőt meghaladó csodás győzelmeket, honszerzést, szabadságharcot,
hanem áldozatokat. 10 millió halálos áldozatot. És mellette a félrevezetetteket, megfélemlítetteket, a kényszermunkára hurcoltakat és megkínzottakat. Jártam a Szolyvai Emlékparkban, ahol az 1944-45-ben működő szovjet láger helyén több mint 12 ezer ember neve van felvésve az emlékoszlopokra. Jártam Recsken, ahol az egykori kényszermunkatáborról látható megdöbbentő kiállítás. Jártam a terrorházában, az 1956 után ártatlanul kivégzettek sírjánál. Ugyan hogyan lehetne erről beszélni? Úgyhogy most jobb hián, engedjék meg nekem, hogy arról beszéljek, miért is nem tudok beszélni ezen a napon, miért is nem tudok most szónoklatot tartani. Mert bizony ma róluk emlékezünk meg, akik a 20. századnak egy olyan groteszk és abszurd rém történetébe kerültek, amiből csak félrevezetettként, megfélemlítettként, rosszabb esetben elhurcoltként, megkínzottként kerültek ki, vagy ki sem kerültek élve. A felfoghatatlanról és az elmondhatatlanról kellene beszélni ma. Nem véletlenül kötötték annak idején a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapját Kovács Bélának, a Független Kisgazdapárt főtitkárának 1947-es elhurcolásához, és nem véletlenül állunk mi itt Erdődy Lajosnak, a szegények ügyvédjének emléktáblájánál. Mert az ünnepnek valahogy emberléptékűnek kell lennie, az ünnepnek emberi arca kell, hogy legyen. Hogyan tudnánk mi 10 millió áldozatról beszélni? Erdődy Lajosról el tudjuk mondani, milyen különleges ember volt, milyen elveiben megingathatatlan. A szegényekkel együttérző és a sorsukon javítani akaró lokálpatrióta gyulai polgár, aki ártatlanul töltött hosszú éveket a gulágon borzalmas körülmények között. De 10 millió áldozatról beszélni? Talán közelebb juthatunk az események megértéséhez, ha történelmi vetületbe helyezzük a dolgokat. Ha megfogalmazzuk, hogy a kommunista kiáltványt még 1848-ban vetette papírra Karl Marx és Friedrich Engels, ez lenne az alapja annak a sok szörnyűségnek, ami a 20. században történt. Marx és Engels osztályharcról beszél ebben a kiáltványban, és arról, hogy majd a munkásság egy forradalmat követően magához ragadja a hatalmat, és akkor megvalósul az osztályok nélküli egyenlőség. Nem a leggonoszabb gonosz munkája ez, nem sátáni mű, még akkor sem, ha erőszakos forradalmat javasol a munkásság hatalom átvételére. Valójában egy ízig-vérig 19. századi kiáltvány, ami politikai erőt látott az akkor sokszor valóban embertelen körülmények között dolgozó munkásokban, és ami hamarosan kitörő forradalmat jósol. De mi mást jósolhatna a népek tavaszának idején? Elnagyolt, romantikus és téves történelemképe, illuzórikus egyenlőség fogalma szintén a kor sajátja. Olvasásakor egyáltalán nem érezzük úgy, hogy 10 millió ember halálához kapcsolódna ez a munka. A 20. század válaszai a 19. század kérdéseire azonban sokkal keményebbek, mint azt 1848-ban sejteni lehetett. Először a háború szaggatta Oroszországban kerül hatalomra ez az eszme, véres polgárháború után. Nem véletlen, hogy a nehéz születést olyan komoly betegségek követték, mint a permanens forradalom elmélete, a rosszul megválasztott vezetők, az állandó paranoia, a felelőtlen és irreális gazdasági kísérletek. Ma a 20. század bizony ügyesen kihasználta a kommunista kiáltvány lehetőségeit, és addig csűrte, csavarta az elméletet, amíg borzalmas gyakorlat lett belőle. Ennek köszönhetően az egyszerű állampolgárokban meg lehetett látni az elpusztítandó burzsoázia tagját, a reakcióst, az ellenforradalmárt, az imperialistát, a kizsákmányolót. Az egyenlőség fogalmát át lehetett írni úgy, hogy a közös javak egyenlő elosztásánál például több millió ukrán parasztnak ne jusson semmi. Hogy olyan vezető kerüljön hatalomra Sztálin személyében, aki túlzott félelmében, vagy inkább paranoiájában Közép-Európát is megfertőzi a félreértett, félremagyarázott eszmével. Mert az egyenlőség
feltételez egy nagy közös tulajdont, amiből mindenki egyaránt részesül, az viszont egy olyan diktatórikus államot feltételez, ami elvégzi úgy, ahogy sikerül a javak szétosztását. A diktatúra pedig terrorral és megfélemlítéssel tartja fenn hatalmát. Lényege az ellenségesnek gondolt elemek ellehetetlenítése, vagy akár elpusztítása. Magyarország a Tanácsköztársaság idején ismerkedett meg először a hazánkban hagyományokkal nem rendelkező gyökértelen kommunizmussal és vele együtt rögtön a vörös terrorral is. Ha az ismerkedés rosszul sikerült, mit mondjunk a későbbiekről? A második világháború utáni kommunista hatalom átvételről. Az egy kis munkára elhurcoltak, az intézményesített erőszak áldozatai, a besúgók közt élő rettegők, az internáltak, a koncepciós perek áldozatai mind olyanok, akiknek életét derékba törte a kommunizmus, vagy még inkább a kommunizmus áruhájában fellépő emberi gonoszság. Az ezzel szembeni elégedetlenséget jól mutatta az 56-os forradalom, amit csak jelentős katonai erővel tudott leverni a Szovjetunió. De az ezt követő Kádár korszak, a gulyás kommunizmus és frigider szocializmus sem volt jobb, a folyamatos gazdasági fellendülést jólétet szajkózó demagógiájával és tízezer besúgójával. Nem véletlenül kezdett a 20. század végére az egész rendszer recsegni, ropogni, mint valami szuette régi bútor darab. De még ma is van a világon olyan hely, ahol kommunista berendezkedés van. És mennyi olyan ország, mint hazánk is, ahol csak nemrég néhány évtizede szabadultak meg ettől a rémálomtól. Ugyan hány ember életét határozza még ma is az, hogy ilyen helyen, ilyen országban él? Hányan vannak, akik még most is rettegnek a terrortól, vagy akik keserű nosztalgiával tekintenek vissza a régi időkre, amikor azt hitték, a kommunizmus hozza majd el a szebb jövőt. Magyarországon majd egy emberöltőnyi időszak telt ebben a groteszk, abszurd világban. Természetes, hogy nem maradt következmények nélkül. Mintha valamilyen agymosáson ment volna keresztül az egész társadalom, vagy mintha valami káros örökségként ragadt volna ránk, még ma is a gonoszt keressük mindenkiben, aki nem úgy gondolkozik, ahogyan mi. Még ma is a gazdák, hogy okosan, csak saját magunknak gyűjtő, a jobb életminőséget, a javak gyűjtésétől remélő szemlélet uralkodik rajtunk. Még ma sem merünk vagy akarunk társadalmi szerepet vállalni, a közösségért cselekedni. Ezek olyan maradványok, amelyeket nagyon nehéz egy társadalomnak levetnie magáról. És még valami maradt még nekünk, egy sokkal fontosabb, emberhez méltóbb feladat. Az emlékezés. A 10 millió halálos áldozatra, félrevezetettekre, megfélemlítettekre, a kényszermunkára, hurcoltakra és megkínzottakra. Ha nem is tudunk beszédet mondani róluk, de egy főhajtással, egy koszorúval emlékezve, és soha el nem felejtve őket megpróbálhatjuk elérni, hogy ne ismétlődjön meg ez a groteszk és abszurd rémálom soha többé. Ha nem is tudtam most 10 millió halálos áldozatról beszédet mondani, azért köszönöm, hogy meghallgattak. Sziasztok, én Székely Zsajka vagyok, és Bolte Anna Éjszaka az állt kertben című könyvét szeretném bemutatni. Ez egy nagyon izgalmas és kalandos történet. Ebben az olvasónak is szerepe van, hiszen ő dönti el, hogy merre haladjanak tovább az események. Nagyon vicces szereplők jelennek meg a könyvben, például a gyapjas pungárc. Különféle érdekes kincseket is gyűjtetünk a hátizsákunkba, akár két nagy döglött pókot. Ezt a könyvet a Magyarorsi János Városi Könyvtárban találhatjátok meg. Sok szeretettel ajánlom ezt a könyvet mindenkinek. A róka népmese. Az üveghegyen innen a Selyem réten túl volt egy rengeteg erdő. Ebben a rengeteg erdőben, annak is a kellős közepén élt egyszer egy öreg medve. Ennek az öreg medvének volt két fia. Ezek egyszer elhatározták, hogy elmennek világgá szerencsét próbálni. Odaálltak anyjuk elé, elbúcsúztak tőle illendően, az öreg medve megölelte fiait.
Lelkükre kötötte, hogy soha ne hagyják egymást, és békés megértésben éljenek együtt. Ne civakodjanak semmin. No, ezt meg is fogadták a bocsok. Azzal nekicammogtak az erdőirtásnak, onnan meg a szántóföldeknek, mentek mendegéltek. Egyszer azonban elfogyott az ennivalójuk. Szomorúan kullogtak egymás mellett. Hely, de érnék én egy jó testvér, szólt a fiatal. Bizony én is, testvér, lógatta busja fejét a másik. Amint mentek mendegélnek, hát egyszer találtak egy nagy kerek sajtot. Igen ám, de nem tudtak elosztozni rajta igazságosan. Így ilyen civakodtak, húzakodtak, morogtak, amikor honnan-honnan nem hirtelen közibük toppant a róka. Mind vitatkoztok, medvekomák? Kérdezte a ravazdi. A bocsok elmondták, hogy ennek szép nagy kerek sajtón nem tudnak igazságosan megosztozni. No, ne aggódjatok, majd én elosztom igazságosan, ajánlkozott a róka. Az bizony jó lesz, egyeztek bele a kis dörmögök. Ekkor fogta a róka a sajtot, s eltörte két felé. Úgy intézte, hogy az egyik fele szemlátomás nagyobb legyen a másiknál. Föl is mordult egyszerre mindegyik mackó. Ez nagyobb! No, csak lassan, mackók, tőlelem, intette őket a róka, s jó darabot leharapott a nagyobb feléből. Most meg a kisebb lett a nagyobb. Így se jó, békétlenkedtek a mackók. Ugyan, ne türelmetlenkedjetek már, értem én a magam mesterségét, mondta ismét a róka, s leharapott a nagyobbik darabból egy jókora falatot. Most megint az lett a kisebb, így ment az osztozkodás egészen addig, amíg a róka alaposan jól nem lakott, a két mebelbocsnak alig-alig maradt valamicska a sajtból, mikor egyforma lett a két pindurka darab. No, jó étvágyat, medvebocsok! Mosolyogott rájuk jól lakva a róka, és ott hagyta őket faképnél. Így jártak az oktodli medvebocsok, akik nem tartották meg anyjuknak tett ígéretüket, hogy megértésben, békességben és civakodás nélkül éljenek eztán együtt. Akkor most én jövök. Mi? Na ne! Micsoda? Megmasszíroztam, és én jövök. Hát nem ma! Mi? Mi az, hogy nem? Én most teljesen el vagyok hazudva. Ha megmasszíroznál, akkor futs az egész. De hát van ez. Mi? Mi az, hogy hol? Hát azt írja, hogy fontos a fölfedezés öröme. Én most fölfedeztem a fenekedet. Te is fölfedezheted az enyémet. Mi az, hogy holnap? Hát arról volt szó, hogy ellazuljunk és megszabaduljunk a gát másiktól. Mindkettőnkétől, nem csak a tiédtől. Mást masszírozni minden, nem egy ellazító tevékenység. Srác, neki aztán nem kell bemutatnom. Nem is élvezted, hogy felfedezheted a testemet? Hát... Mit tudom én? De, csak azért sok feló. Régen be szerettél masszírozni? Hát igen, csak azóta nagyobb lett a terület. Mi? És mi van? Vicceltem. Ez olyan, mint az új világ. Régen felfedezték már, most meg úgy járkálunk oda, mint más a sarki borsban. Figyelj, tudod, van valami, amiben még rosszabb vagy, mint a masszázsban. A hasonlatokban. Egyszerűen nem tudsz jó hasonlatot mondani. És? Egy hasonlathoz képzelőerő kell. És hát éppen ezért vagyunk itt. Miért hasonlatokat mondjuk? Nem, hanem hogy használjuk a fantáziánkat, hogy egy kicsit feltüzeljük a hálószobánkat, hogy használjuk a képzelőerőt. Felhőtlen kikapcsolódást és egy kis tanulságot is kínált a Gyulai Várszínház közönsége számára a Szexpedíció című előadás, melyet Hegyi Barbara és Seres Zoltán mutatott be. A szerző nagyon ügyes, most ez nem jó szó, tehát ő nagyon jól megtalálta azt az 5-6 neuralgikus pontot, ami egy 20-25 éves házasságban azért szinte biztos, hogy konfliktus forrás. Tehát ebből a szempontból egy 20-25 éves házasságból mindenkinek olyan emlékei vannak, amin sok a közös találkozási pont, tehát ezen jót lehet szórakozni. Ez egyik része, tehát ebből a szempontból jól válogatott a szerző. A másik pedig, hogy az ilyen típusú, a kategóriájában ilyen típusú színdalnak meg kell tartani azt a hullámzását, hogy hol van egy olyan vagy két olyan pillanat, amikor hirtelen azért ez a nagyon szórakoztató
páros vagy hármas, mindegy, hogy hány szereplős, egyszer csak valami beváltás van. És a szerző ezzel is nagyon jól bánik, tehát a kellő pillanatban azért van benne egy kis csavar, ami meglepi az embert. Természetesen nem horrorfilmszerű csavar, hogy lecsap a szörnyeteg. És akkor ez a kettőnek az ötvözete, ez nagyon-nagyon ökonomikusan van kezelve benne, és ebből előáll egy jó arány, de hát végső soron azért egy nagyon szórakoztató este, és egyébként nagyon jó humora van a szerzőnek, azért azt hozzá kell tenni, hogy nem nagyon jó fajta humora van, én nagyon szerettem a szerző nő egyébként, tehát azért azt is meg kell említeni, hogy hölgy írta a színdarabot. Mindezek fényében milyen a darab férfi karaktere? Abban is pontos, és szerintem nagyon törekszik arra, hogy értsük inkább. Szóval nem, ő nem billenti ezt sem ide, sem oda. Nagyon szerethető és érthető ez a férfi. És ha tetszik, ha nem, bár némelyek tiltakoznak ez ellen, de hát azért ebben a házassági történetben igenis vannak olyan területek, amik tipikusan jellemző a férfiakra, és tipikusan jellemző a nőkre. Sokan azt mondják, hogy jaj, hagyjuk ezt az általánosítást, meg hogy ez ilyen régi fajta felfejtése a konfliktusoknak. Nem vagyok szakember ebben az ügyben, de van benne jó pár dolog, amikor a férfiak igenis magukra ismerhetnek, és a nők is magukra ismerhetnek. És ez a két pont találkozik, akkor ott olyan, mint amikor a láva beérkezik a tengerbe, és akkor ott sistereg egy darab, amíg meg nem nyugszik, és valahogy mégiscsak egymást segítve a természetben egyensúlyt teremtenek, és nem akart olyan bonyolult fejtegetésekbe, de igen, vannak olyanokban, amikben igen, magunkra lehet ismerni férfiak. Gondolom nem didaktikus a darab, de mégis van-e valamilyen tanulsága? Nem didaktikus, nem, közben vannak benne kicsi-kicsi apró kis pillanatok, amin pont annyi idő van realizálni, elgondolkodni és menni vele tovább, mint amennyire szükség van. Ez is a nagy erénye a darabnak. Nem akar okoskodni, és nem akar semmiféle olyan konklúziót, amit könyvbe le kéne írni, és elemezni kéne. Szóval nem akar. Ő nem akart a szerző tovább menni annál, hogy legyen egy jó este, és mindenki azt mondhassa, hogy igen, jól szórakoztunk, és azok, amik az előadásban fölmerülnek, azokról jókedvűen, derősen és megengedően lehet még beszélgetni, hogyha valaki akar. Pont ennyi súlyt tesz a szerző a nézők vállára, és nem akar többet. És szerintem ez is nagy erénye a műfajon belül ennek a darabnak, vagy ennek az előadásnak. Hoppa, összefújhatnám! Ja. Igen. Miközben én a híreket nézem. Igen, akár a szobán is. Ja, és elkezdtenél beszélgetni. Igen. Tehát összefújnám beszélgetni, miközben én a híreket nézem. Igen. Jó, összefoglalom. Összefújnánk, beszélgetnénk, lehet, hogy még szexelnénk is, miközben én a híreket nézem. Az egy kicsit sok program egy híradó között. És mi lenne akkor, hogy csak nincs, hogy nézni? Ó, tessék! Tehát mondtad, akkor mégsem akarod, hogy nézzem a híreket. Én csak azt mondom, hogy ha izgalmasabbra fordulnának a dolgok, legalább akkor kikapcsolatnám az a kurva tévét. Jó, szóval ott tartunk, hogy ne is tévészek. Figyelj, de nem jobb elfeküdni a feleségeddel, mint a tévét bámulj? De miért kellene feláldoznom egyiket a másikra? Mit tartottál meg mind a kettőt? Mert olyan problémákat vett fel, ami lépten nyomon előfordul az én életemben is, de ettől sokkal szellemesebben ír a szerző, úgyhogy az összes ítélő nő, és aki nézi el az előadást, átélheti, mert nagyon tipikus női, illetve férfi problémákról, vagy egy házasságon belüli szituációkról beszél az előadás.
Hogy mennyire szimpatikus, azt nem tudom, pont annyira szimpatikus, mint bárki, aki egy szituációba kerül, és próbálja azt megoldani. Van, amikor szimpatikusak vagyunk, van, amikor nem, de attól még ez emberi. Biztos egy színésznél is úgy van, hogy talán van olyan karakter, aki közelebb áll hozzá, valamelyik távolabb. Ez a karakter, ez még mindig nyújt élményt, tehát szórakoztató belülről is? A két karakter együttmozgása adja ezt az örömet minden este, mert azzal, hogy az Olival ketten vagyunk, és ketten mozgatjuk őket, ezért mindig van plusz muníció, mindig van valami más, egy más hangsúly, vagy bármi, ami a színpadon tud történni, ezért aztán ez mindig egy plusz töltetet jelent. Meg egyébként az is, hogy eljövünk Gyulára, és most itt fogjuk eljátszani, nem ugyanazon a helyen, nem a Víg Színházban játszunk, mindig ugyanott, egyébként akkor is lenne valami plusz. Attól, hogy mind a ketten változunk, történik velünk az élet, és mindig egy adott ponton találkozunk ebben az előadásban, és akkor ott megszólalnak ezek a dolgok. Amellett, hogy humoros a darab, van esetleg olyan tanulsága, hogy mondjuk beül egy pár, megnézi, és esetleg otthon elbeszélgetnek róla, és nem csak a poénokon nevetnek? Hanem... Szerintem nagyon is. Nagyon is. Abszolút olyan... Tehát ez egy vígjáték, de mégis egy családi történet. Tehát, hogy milyen az, amikor egyszer csak egy mélypontra jut egy kapcsolat, és senki nem tudja, hogy ezt hogyan kellene valahogy megmenteni, akarjuk-e megmenteni, hogyan próbáljuk megmenteni, mit gondol egymásról a két ember, hogyan szembesülnek egymással, a valahai énjükkel, a mostani énjükkel, hogyan tudják felvenni a versenyt az idő múlásával. Olyan kérdések, amik mindannyiunk életében benne vannak. Egy házasságban meg különösen, mert állandóan alkalmazkodni kell egy másik félhez, és ez egy folyamatos dinamika. Akkor ez egy párterápia is azoknak, akik beülnek. Igen, és mindig nevetünk a kollégámmal, Seles Zoltánnal, hogy néha megrettennek a címtől, hogy szexpedíció, Úristen, Jézus Mária, mi fog ott történni, és mindig arra gondolok, hogy mi jut eszükbe, hogy két színész a Víg Színházból, mit fogunk csinálni, amitől nekik pironkodva kellene ülni a székükben. Ez egy nagyon izgalmas cím, vagy egy nagyon sokat mondó cím, de hogy mondjam, prüdeknek is ajánlom az előadást, mert semmi olyasmi nincsen, amit nem viselne el egy színházi körülmény, viszont nagyon igaz, nagyon emberi, nagyon szerethető, hol melankolikus vagy szomorú, hol pedig nagyon mulatságos. És ezért ez egy nagyon, mindannyiunk számára egy nagyon kedves előadás.
Erkel térnél egy kicsit elmerenghettünk azon, hogy hogyan nézett ki 200 éve a város, akkor itt, ahol most állunk, ide látszik a vár. Itt van mellettünk a kastély, szintén tehetünk egy hasonló időutazást, viszont ez a környezet úgy Isten igazából nem magyarázza meg, hogy miért Szent Miklós nevet kapta ez a terület. Igen, de ha már szó volt a múltról, azért a kastély 1802-ben alakult át ilyenni, amilyenni most, úgyhogy tényleg megint csak 1802-nél vagyunk, ahogy az Erkelténél is ott hagytuk abba. Ez a kis liget, vagy park, ugyancsak templomtér volt, mert templom van a közepén. Négy templomtér volt valamikor, mondtuk, négy templom volt Gyulán, négy templomtér volt a nép nevében. Más kérdés, hogy hivatalosan bent a íratok között már úgy szerepel, hogy görögkeleti templomtér, nehogy összetéveszik a másikkal. De térképeken templomtérnek nevezünk, látjuk. 1896 megint csak ugye a történelmi időszak, a millenium, amikor elnevezték egy múltról, a régmúltról, Maróti Jánosról, a Macsói báról, meg a földesúrról, a várnak az uráról. Őről beszéltünk a Maróti utcánál, úgyhogy akkor körülbelül elmondtunk mindent róla. Nem egy rossz elnevezés, azért ez talán itt a vár, meg a kastély szomszédság. Szellemes volt nagyon, hogy pontosan a mellette, az egykori tulajdona mellett volt a Maróti tér, úgyhogy nagyon szellemes elnevezés volt kétségkívül. 1958-ban nevezték újra egy másik névre. Tudnilik, meghalt Petru Groza, a román államelnök, és valakinek eszébe jutott, hogy róla kéne elnevezni. Most Petru Groza egy román politikus volt, nem tudjuk megítélni, hogy milyen politikus volt, nem is érdekes számunkra, hanem az utolsó 6 évében államelnök volt, és 1958-ban, mint államelnök halt meg, és akkor nevezték el, hogy kinek a kezdeményezésére, nem tudjuk. 1999-ben, hogy miért kellett a Petru Grozát megszüntetni, azt se tudom, hogy miért nem volt jó, minden esetre elnevezték Szent Miklós Parkra. Az utótag, a park tényleg szellemes, mert egy park, nem tér, hanem annál sokkal több. Szent Miklós pedig ismerős, azért szellemes volt az elnevezés, mert mind a keleti, mind a nyugati keresztény egyházban szentként tisztelik el, tehát elfogadja mind a két felekezet, és az ő neve napján jön a Mikulás, ő az a Mikulás, aki jön a gyerekeknek. A középen Szent Miklós templomban, illetve néhány év óta Szent Miklós székesegyház vagy katedrális a neve. Most ez nem azt jelenti, hogy nagyon nagy templom, mert összesen 33 méteres, tehát a szokásos községi vagy városi templom a nagysága. Beszéltünk arról, hogy 50 méteres a Harukkern téli katolikus templom. Tehát ez funkciót jelent, nem nagyságot jelent. Azt jelentette, hogy a püspöknek a temploma, ahol ő misélik. Gyuláról néhány évvel ezelőtt egy 30 perces film készült, örömmel hallgattam meg a Duna TV-ben, délután 2-3 óra közül volt, ahol kezdték ugye valahol a kastély környékén is tovább folytatva, és bemutatták a templomot is. A templom bemutatásakor viszont érdekes dolgot hallottam, hogy a gyulai román ortodox egyház 1659-ban alakult. Ez megütötte nekem a fülemet, és utána néztem, gondoltam, hogy honnan való, mert itt volt egy kiállítás néhány évvel korábban, 2000-ben, a különféle egyházaknak az emlékeiből, egyházi tárgyakból, és annak volt egy kiadványa, a Világnak Világa címmel jelent meg a gyulai múzeumnak a sorozatában, a 8. volt ebben a sorozatban, egyházak a Körösök vidékén. Na, ott találtam meg a következő sort a görögkeleti, pontosabban a román egyházak kapcsolatban. Karácsonyi János 1659-re teszi a gyulai román egyházközség létrejöttének időpontját. Pont. És ott van egy négyes jegyzet, azt jelenti, hogy nézzem meg a négyes jegyzetet, mert pontosan hivatkozik Karácsonyi Jánosra. Csak hogy Karácsonyi János nem ezt mondja. A következőt. Idézem Karácsonyit.
A görög-keletiek első hitközsége 1695-ben keletkezett Gyulán, és első hívei a gyulai vár mellé telepített rác katonák, és a törökök idejéből itt maradt rácok voltak. Itt tehát két hiba van a hivatkozásnál, hogy nem 1659-ben, hanem 95-ben írja Karácsonyi, és nem a románokról ír, hanem rácokról, azaz itteni szerbekről. Katonáskodó szerbek voltak a rácok Magyarországon, így nevezték őket. Hát ez megdöbbentő volt, hogy valaki hivatkozik, és nem azt írja, ami benne van, hanem egészen más. Ilyen én 60 éve tanítok történelmet és kutatok, de én ilyennel még nem találkoztam, hogy a jegyzet rossz legyen, más legyen, mint amit írnak róla. Mi ebben a probléma? Az, hogy egy múzeumi kiadvány. Tehát hiteles, tudományos munkáról van szó, amit szétküldenek nem csak Magyarországon, hanem környező országokba is, múzeumokba pontosabban. Tehát vannak társmúzeumok. Azon kívül megveszik az emberek. Írott munkáról van szó, 30 év múlva, 50 év múlva, vagy 100 év múlva is olvassák. Akkor, amikor olvassák, felhasználják. Nem néz mindenki mindennek oda, hogy vajon jó-e, ugye, mint ahogy én utána néztem. Ennek a következménye az, hogy bizony ez meghamisítja a gyulai történelmet, teljesen kifordítják a forrást. Semmi köze a forráshoz, ahhoz a szöveghez, amit csináltak belőle. Ilyet én nem szoktam, meg nem találkoztam ilyen szöveggel. A probléma az, ugye, hogy ezt később használni fogják, és aki nem néz jól utána, már pedig kinéz utána ennyire ilyen apróságnak, így fogja használni, és elterjed, egy teljesen hamis dologról van szó.